Kérsz? Az illatából. Jó kis magyar, tési szalonna, csak ennyi maradt belőle. Pót anyucika hozta. De ekkora volt így. Hogy elfogyott, mi? Na, mondom, hogy mi a program mára. Először is bevásárló listát kell írni. Gondolom, hogy nálad első helyen szerepel a bor. Hát, ha csak nem a sör. Jó, én most nem. Hétvégéig nem. Most én vagyok anya, úgyhogy nem lehet. Mit nem lehet? Nekem nem lehet, na. Hát nekem hajnal 4-kor mindig föl kell kelnem. Ó, hagyd már. Miért? Hát most is föl kell kelnem. Korán el kell kezdeni inni, és akkor hajnal 4-re simán kimegy belőled. De nem csak emiatt, nem szeretek úgy vezetni meg. Hagyjuk! Egyébként meg már felkelés pillanatában a boros üveggel a szádban kell fölkelni. Nem ez a központi téma, hanem az, hogy... Miért nem? Hogy átmegyünk Récságra, ugye bevásárolni, és átvisszük a Lőrinc Marcinak a vadonatúj magnézium fukszeket, hogy vegye le róla a katalizátort. Vegye meg! Eladjuk neki. De jóval többért. Igen. Hú, ez a duplájáért. Ja. De csak azzal a címszóval, hogy tőled veheti meg. Ha. És vegye le a katalizátort róla, és rakjon rá egy normál kínai katalizátort. Ez a lényeg. És utána még fát kell, hogy vágjunk, de az öreg fukszival. Kicsit beleregünk ma. Ugye is eljött az az időszak, hogy a súlyos Gyuri nagyon magasra tört, úgyhogy le kell taszítani őt a trónjáról. Ennyi. Nyomd le, aztán induljunk. Első utunk a Lőrinc Marcihoz vezet, hogy megszabaduljunk a láncszűrésztől. Az ittem tőle. Tőle is. Nem, az a lényeg, hogy ne maradjon az autóba. A másik meg az, hogy csirkehúsból lesz a spagetti. Miért? Miért nem talált húsból? Dupla annyiba kerül, és fele annyit tudok venni. Tehát ez ugyanott tartunk, mint anya a... ...vizével, tésztával a spagetti eset. Akkor ne csináljátok spagettit, ha nem tudtok. Érted? De én szeretnék például a csirkehúsból először leves csinálni, tehát először megfőzöm, érted? És aztán vágod bele a spagettibe, szegény, szerencsétlen spagettibe. Na én itt köpködök jó, fél éve. Jó, utána a lényeg inkább az, inkább ne csinálj spagettit, de komolyan. Jó, mondom, akkor majd megbeszéljük a boltba. Hogy jó, veszek akkor zsert és tessék, tessék, tessék! Szépen meg lehet keresni, hogy melyik az a hús, ami... Lesz sertéshús, te csinálod a spagettit. Igen, így van. Jól van, én csirkehúst veszek nem holnapra. Nem kell szenvedni csirkehúsokkal. Holnapra veszek csirkehúst. És anyát cseszteted állandóan, hogy ő nem tud normális tésztából spagettit főzni. Ugyanebből az indokból kifolyólag, hogy olcsóbb, és nem akar annyi pénzt kidobni ugyanarra, de most csak én vagyok más anya. Formájú tésztára. Most én vagyok anya. Olyan izé vagy, komolyan mondom. Na, utána a Vánki, na, közben itt néztem, kisbolt, utána a engedély, önkormányzat, megvan, mehetünk, ennyi. Szóval, Lőrinc Marcinál kezdünk, likvidáljuk. Jó. Jó, jó, milyen jól hangzik. Mondom el, mert akkor lebuknék, hogy nem tudok driftelni. Na jó, de akkor mondd már el, hogy hogy kell driftelni. De én nem fogom elmondani, mert... Levente King Drift, Master... Na, milyen lett a láncfűrész? Nézd meg! Fasza! Most van rajta ilyen dugó. Na jó van, Marci okos gyerek volt, szépen lecserélte nekem a... Hol van? Ott van valahol a szódás ballomba. Kiszabálta belőle a katalizátor. Ja, tényleg, megkóstoltad az egyetlenes keveréket, amit küldött? Nem kóstoltam. Na, húzzál belőle egy kanyart. Hát azt mondta, azért adja nekem, mert hogy se vagyunk. De most. Hát én nem fogok elutasítani semmit, ami egy 50-es keverék, ugye? Azt nem mondta, hogy savanyú. Valóban, mint hogyha hecetet tettek volna bele, de hát ez ugye egy 50-es keverék, ez azért láncfűrészbe való, vagy esetleg egy BMW motorba. Jó. De megiszom. Pálinkák milyenek voltak? Ó, hát az első ugye alma pálinka volt, amivel megkínált, annak az utóíze nagyon finom volt. Utána szőlővel kínált. De ugye ezt mind egymás után kísérő nélkül vállaltam, mert ugye úgy az igazi. Szóval a második az egy szőlő volt,
és az annyira nem volt jó, mint mondjuk az alma. A harmadikra egy körtével kínált meg, és a körtére azt mondtam, hogy hát ez odaver, tehát ez betyár körte. A faszomban már is van, keringeszik, mint a gólyaszal levegő. Jól van, na, én ebédet. Borocska. Borocska. Én ebédet, jó? Vettünk hozzá. Finom. Vevéseket. Sopron. Soproni. napra soproni. Jaj, a film végére lesz egy kis meglepink. Jaj, ne, mi? Nekem is? Vagy nekem? Hát, ami a Marcinál készült. Hát, hogyha még ma átküldi. Na mindegy. De átküldi ma, hát az ami... Jó, hát ha átér, akkor átér. Na. Levente Kingmaster Drift király. Még aki a leveses kanállal is tud driftelni. Nos, ezek semmi furcsa nincsen, én ezt ivás nélkül ugyanígy csinálom. Én is ugyanezt szoktam, én azt szeretem, például, hogyha kinmarad a lencsefőzelék a legjobb, tudod, külön van hozzá fasi, kijövök, és én egyszerűen csak szeretnék három kanál lencsefőzeléket enni. Ott van a gázon, oda megyek, fölé hajlok, eszek belőle, anya már érted, szalad kifele, hogy szedek belőle, melegítek, ne itt izé, ügyél, rendesen egyél, de csak három kanállal szeretnél. De te ugyanez vagy, úgyhogy ne legyél rajta. De most én vagyok anya, na. Nem vagy anya, nem vagy az. Na, a lényeg az, hogy hiába, te ugyanezt csinálod, és én ugyanúgy felszoktam magamat rajta idegesíteni, mikor ide jövök, és nem volna úgy jobb, ha mire visszaérnél, megmelegíteném? De eleve úgy melegíted meg, hogy két hétig nem lehet belekezdeni, mert olyan tűzforró, hogy leégeti a fejedet, érted? Egyél vulkán. Én nem szeretem, ha te ide is, hogy melegíts, mert nem akarom megmelegíteni, mert én akkor annyit szeretnék belőle, ennyi, amennyi. Ha melegít erre vágyom, majd megmelegítem. Hát ma még nem lesz vele. Tudtam! Na erre vártam. Mit kerül? Most te keringsz itt körülöttem. Kerülgetlek, vegyek ki. Jól van. Mindenedet te magadhoz vettél. Igen. Mit akarok kérdezni? Most akarsz parkolászni? Mert akkor menjünk. Majd. Hát nekem főz, először ebédet csinálok. Előbb parkolj át, az rövidebb. És végre engem se később fog. Azt várom, hogy mikor jön be, az mikor fog kezdve baszogatni. Akkor nem kell parkolászni, majd holnap. Hagyjál, főzök. Nekem nem is most főzni, van. Hanem most parkolj át, azt majd utána főzök. De ott le kell takarítanom a havat előtte. Nem kell letakarítanod a havat előtte. A Guga Master King Drift király. Ez szarul hangzott, a Leventével jobban hangzik. És elmegyek. Adjál nagyobb gázokat neki, mert így olyan, mint a gyakorlatilag. Elmegyek. Ó! De egyébként... Nem mondok semmit, úgyis jön majd a kávédarálom, meg az ilyen balfasz kommentek. Úgyhogy sose volt autótok, bazd meg. Mi a fasz csinálsz amúgy? Ne faszkodod, baszd meg! Nem és ott akarsz driftelni? De ott akarsz nem driftelni? Nem fogok driftelni, mert nem tudok. Mi tudok? Miért ne tudnál? De eleve a gáz se tudod nyomni, hát... Jó, mit kell csinálni, hogy drifteljek? Kurva egyszerű. Nem fogok driftelni. De mi? Tudsz driftelni. Fejezd be a... Nincs helyem. Fejezd már be a sírás-szívás! Csináld már, amit mondok! Hozd egyenesbe ezt a szart! Na. Egyenlőre csak egy percet például várni kell, mondjuk amíg elmagyarázom, hogy mit csináljál, hogy melegedjen a motor, mert ugye jég hideg.
most tök szépen jár, látod? Nem fullad le, stb. Driftel, most ez nem drift, amit te csinálsz majd, meg az sem, amit én, mert ugye driftelni csak... csak azt tud, aki kommentel. Most már rájöttem. Mi basz meg, biztonsági jött. Igen. Én csak akartam. Na, lényeg, hogy a kommentelők tudnak csak driftelni. Sőt, kéne is nyitni egy ilyen kommentelők drift csoportja oldalt. Na mindegy, nem ez a lényeg. Kerékkipörgetés, inkább így fogalmazok. Hogy mivel ebben kicsi a motor, ezért kurva magasra felpörgeted a fordulatszámot, 6000, ebben ugye 7000-ig van a fordulatszám, de ilyen jó 6000 fölé kipörgeted. És a... Most nézzük meg, hogy az autó erre jön, vagy arra attól, megy. Azt téged ne érdekeljen, egyébként a másik irányba megy. No. Szóval kipörgeted, és a kuplungot hirtelen felengeded, nem finomkodva, hanem azonnal leveszed róla a lábad. És akkor kipörög a hátsó kerék, de a gázpedálról sem veszed le a lábadat, hanem nyomod tovább. Utána, ha már megindult az autó, akkor kuplunk fék, érted? Nem, de mindegy, megpróbálom. Nagyon egyszerű. Nem lenne egyszerű, ha lefarkod? 6000 fölé! Nem lesz semmi baj a márnak, a Skodának, faszom ki van, hogy nem csinál, amit mond az ember már. De mondtam, hogy ne vedd le, hallod! De ne engedd el a gázt, nyomjad neki! Na, ott lehet, ott fasza. Hogy megúzik az eleje. Azaz! Szép volt! Egyébként röviden megfogalmazva, a te első problémád az az, hogy te egyáltalán nem is használsz fordulatmérőt semmelyik autóban. Hát, figyelj, hogyha majd fönt leszünk a parkolóba, vagy fönt ott, akkor majd... amikor csináltuk karácsonykor, akkor ráéreztem, itt nem merem, mert nincs hely. Dehogy nem, bőven van hely. Egy garázsba is lehet driftelni konkrétan. Jó, ez csak poénból volt rajtam. Egyébként még mennem kell ebédet csinálni. Most már befejezem. Anya! Fejezd be a picsogást, jó? Szóval az első problémád az az, hogy fordulatszámmérőt egyik autóban sem használsz. Tehát, hogyha megyünk 110-zel a Skodával, és meglátod, hogy mi van 3500-an a fordulat, akkor nem érted. Sebesség függvényében nő a fordulatszám. Levente Master King Drift király oktató videóját láthattátok. Menjek főzni már! Na, ezt a csuk! Fú, ablakot csuk. Nem húztad föl. Hogy mondtad, hogy ne húzzam föl? Na, ennyi. Majd te felhúzod. Na, hát akkor majd én felhúzom. Na, vigyél el ezt a szart. Már. Nagyjából egy 10 perc, és kész az ebéd. Spagetti, ahogy említettem. És Levente kérésének megfelelően sertés húsból, darált sertés hús. Az érdekes volt, bementem, kértem a darált húst. Kérek egy fél kilót. Ugye a hölgyik, hogy lapockából vagy combból? Mondom. Kérek darált húst. Aztán végül nem tudom mi. Hát a menjem ezeket jobban tudja. Oregano, majoranna, jó sok fokhagyma, hagyma, paradicsom, szósz. És hát nem mindegy, most megnézi, holnapra. Holnapra a csirkehús. Csirkehús.
szokásos. Abban jó vagyok. De szerintem ebben is jól lesz. Jó lesz, van rengeteg soraj, és ami most készül, nem tudom, hogy leszek benne, majd legfeljebb nem leszek benne. Hú, pont ez a lényeg, hogy az előbb voltunk a Marcinál, ugye kicserélte a KSP 155-ön a kínaira a kipufogót, tehát levettük a katalizátorost, és ő kérte, hogy a csatornájára csináljunk egy rövid filmet, hát csináltunk is, egy 3 perces hatalmas színészi alakítás volt, és most mondtam neki, hogy küld már át, légy szíves, akkor ennek a filmnek a végére berakom így poénból, küldi üzenetben nemrég, hogy a telefon tokja kitakarta az egész felvételt. Na, mindegy, ennyi, úgyhogy most erről lemaradtatok. Ez meg Benzsókának készül a szendvics. Én minden nap csinálok neki 3 szendvicset, most ugye meglepem, mert ilyet még nem, tehát ilyen sajtos kiflit még nem vettem neki, eddig mindig ilyen zsemléket vettem. Hol van egyáltalán? Ez mehet szerintem. Itt. Közben ezt megkavarjuk. Azaz, jól van. Le is veszem tartalékra. Oké. Okay. Ez följön magának. Szlovákiába vettem, még nem is ettem annyira, becsukom az ajtót, vagy nem? Nem. Szauna van, úgyhogy inkább kinyitom az ablakot is. Nem szeretem ezt a nagy gőzt, amikor így beül. Na, szóval Szlovákiába vettem, nagyon-nagyon finom zsemle volt. Ennyire finom zsemlét még nem vettem, mint amit a Lidl-be lehet kapni, 15 cent volt. Jaj, mit szoktam neki? Picit mindig megkenem zsírral. Hogy ne legyen annyira száraz, meg amikor becsomagolom neki a szendvicset, akkor erre nem tud kiszáradni. De csak éppen, hogy látod, egy ilyen kés hegynyit az egészre így végighúzok. Itt ott, amott. Picit rásózok. Stop show program, mi? Hogy meg akarják szabni, hogy mennyi sót lehet fogyasztani. Még szerencsé, hogy nem kötelező. És egy, kettő, három, és négy, hogy legyen bőven energiabevitel. De ugye a makaróniról vettem egy sajtot. Abból levágunk itt egy darabkát a reszeléshez. És megszólik jó gazdagon a szendvicset, és ebből kap 3 darabot. Jó, hogy négy. Jó. Egyébként, hogyha így elszabadulok, még erre annyi finomságot lehetne tenni. Egyébként tegnap Benzsó őszintén bevallotta, hogy a szendvicsben jó vagyok. Tehát sok másban is egyébként, de a szendvicsben kurva jó vagyok. Tessék. Full pack. Ezt így meglapítom, full pack. Aztán be a hűtőbe. 3 darab ilyen szendvics, de mondom, még ilyen sajtos kiflit nem vettem neki, egyáltalán sajtos kiflit. Ezzel jó. Na, szóval, lemaradunk ugye a Lőrinc Marci féle videóról sajnos, pedig hatalmas meg poén. Na, el se árulom, mert mondta, hogy vegyük újra az egészet. Úgyhogy az lesz, hogy nem is tudom, nem nagyon akarom én beindítani a magnézium fuchsek fűrészt, mert ugye én ezt tartalék fűrésznek vettem, úgyhogy az öreg magnéziummal valami történik. Az öreg fűrésszel. Úgyhogy most, hogy lehet cserélve a kipufogó, még egy picit várni kell arra, hogy én zúgatós videókat csináljak. Még legalább egy hetet, mert egy-két dolog nekem hiányzik hozzá. Ugye most már az engedélyek nálam vannak, úgyhogy elvileg az erdőre ki lehet menni, de még mindig nagy a hó. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, van. Gazdagon. Na, nekem itt éhen hajjon a gyerek. Most meg kell kavarnom a tésztát, mert meg kell kavarnom az kész. Jó is. Ezt nem is lehet zárni. Másodat még főhebb tartalékon. Na.
Szóval az lesz, hogy ma még kell fát vágnom, de egyelőre nem indítom be az új fuxit. Ezt mondom, szükségem van egy pár dologra hozzá. Meg ugye eleve az erdőre vásároltam. Tehát az öreg fuxit azért nem szeretem kint az erdőn használni, mert ugye az 61,5 köbcenti többet iszik, mint én. Tényleg nagyon sokat fogyaszt. De már kitapasztaltam, hogy a magnézium fuxi, az ugye 54 köbcenti, ugyanazt a munkát képes elvégezni, mint az öreg fuxi. Ugye mikkel dolgozom, 20-30 cm törzsátmérőjű fákkal dolgozom. Elfelejtettem megsózni. Elpofázom itt az időt, én nem szóltok rám. Na, így. Jó, ez is mehet folpakba. Meg sem bír ennyi szerintem. Bezsíroztam már? Nem. Ugye? Megzavartok. Szóval lesz hamarosan berregős videó, ami ugye a tavalyi év végén kimaradt. Kimentem én az erdőre, fogtek fűrésszel. Csak nem láthattátok, hogy vágok. Ugye eleinte, mikor videóztam régebben kint az erdőn, mindig sokat vágtam. Aztán miután Súlyos Gyuri megjelent a piacon, hát ugye... Mit mondjak rá? Elment a kedvem attól, hogy én berregtessek. Nem, egyébként ez nem igaz. Az egy dolog, hogy mondjuk ilyen téren, tehát valahol konkurenciát jelent, de egyébként nem, mert én nem tipikus láncfűrészes videós vagyok, tehát engem aztán baromira nem érdekel, hogy ki milyen videót csinál, csak poénból szoktam mondani. Ugye nálam mindenféle ökörség megtalálható a csatornámon, úgyhogy itt nem 100%-ban láncfűrész van, de hát ugye sokan már hiányoltátok, hogy legyen egy jó húzatos, beregős, és hát ugye itt az alkalom, hogy megjött az új magnézium fuxtek, a number one, és ugye mi a nyerő páros, ha nem, a Falk meg Guga. A magnézium fuxtek meg Guga. Egyelőre ez van. Na, morrágot majd mindjárt felszippantom. Megeszem ebédre. Folpak, hol van a folpakon? Ők a lábnyomomat ide. Hol van a folpa? Levente, hol tetted? Na, mi kell kapcsoljam, kint van. Csak hogy megmutassam, hogy mennyire nem egyszerű a dolgom, amióta asszony vagyok. Ezt a tájékot amúgy is meg akartam már nektek mutatni. Ott van valahol bánk, ott az autó sarkában. Elindulunk arra. Gyönyörű szép minőségi szántóföld. Velem szemben van valahol Balassagyarmat, és hogyha elnézek balra, ott a fa mögött lakik a Bencsics Zoli. Bencsics Zoli. Na de a lényeg egyszerűen, Leventével elhatároztuk, hogy onnan bánkról elindulunk, annak a hegynek a tetején. És végig túrázzuk szépen egészen Balassagyarmatig gyalog. Most ebből soha a büdös életben nem lett semmi. Viszont most el kell mennem Érsekvadkertre, anyósomhoz, mert mondta, hogy kapunk egy csomó kaját. Ők reggel elutaznak és rengeteg kaját főztek, úgyhogy ennyi. Szia Bencsics Zoli! Ott a fa mögött. Ott már dolgoztam vele egyébként. Ezt még itt hagytam az asztalon. Bocs. Mondja, hogy kaja anyósomtól unboxing. De röviden, mert még fát is kell vágnom, és már sötétedik, úgyhogy ebből a mai favágós, beregős videóból nem lesz már semmi, mert most úgyhogy kint előkészüljek ahhoz, hogy fát is vágok, már mint filmezni. Ó, minő meglepő! Spagetti, jó sajtos! Épp most főztem ugyanennyit. Egy darabig el vagyunk látva spagettival. Na, jó, majd lezárom. Te gyere ide. Ez megy vissza. Azt mondja, hogy ez tudom, ezt mondta, ez gombakrémleves. Ez valószínűleg az énre szóltam lesz elfogyasztani. Friss gombából, laska gombából. Ez pedig hozzá
pirított kenyérkockák. Sütemény végig, kedvencem, nézd csak ide! Anyósom, még a nagymarosi piacon árulnak ilyen házi süteményeket, többek között kókusz, tekercs, ilyesmi. Imádom a kókusz tekercset. Pedig nem vagyok édes szájú, nem szeretem az édességeket, de a kókusz tekercs egy gyengém. Leszó. Egy kis hagyma, fokhagyma alap, dizsgel. Bele egy kis kusikocka. Kiváló. Kiváló áru fóriuma. Nagymarosi piacról. Sütemény végek. Ott. Látod? Kókusz tekercs. Nem lehet látni. Mindegy. Nem az a lényeg. Császár morzsa, ha jól hallottam. A Benjoé valószínűleg ő imádja az ilyeneket. Igen. Belefogjuk tőle. Na. Aztán gyorsan elmondom. Ez így gyenge lesz. Mármint beállításnak. Mások ezért szeretik össze-vissza vagdosni a videókat. Minél tökéletesebb legyen. Ó, basszus, de a fény van a hátam mögött. Most mindig elfelejtem. Na aztán itt le is zárom a videót. Az a helyzet, hogy reggel én 4 órakor kelek, és pont annyi időm van, hogy most fogom előkészíteni a kávét. Oda megkészítem, kijövök, alányújtok, közben elkészítem Benjónak a reggeliét. Ugye a szendvics az már, ahogy láthattátok, kész van, bent van a hűtőben. Benjó 4:30-kor kell. Pontosan 5:10-kor indulunk autóval a buszhoz. Utána ő útjára van engedve. Utána a naptövő további részében ugye apróság, a begyújtás, hát azzal kezdünk ugye, hogy begyújtok. Akkor van egy kicsi időm ugye kommentekre válaszolni. Ugye a szennyes tartó az elég hamar meg szokott állni. Szóval ha vagy mosás van, vagy takarítás. Tehát végig takarítani a lakást, ugye levente az bejön bakancsal, megy végig. Jó, hát itt csempe van, nem gond. De azért rengeteg ilyen szmötyit behoz lábán. Végig el seperni, felmosni, utána megtervezni, hogy mi legyen a reggeli, Leventének nekem. Ma például reggelire nekem, hát ilyen innen-onnan összekapkodott falatok voltak, ilyen maradékok, amit Benjo meghagyott, amit ő meghagyott, stb. Nem volt időm reggelizni. Ebédelni még nem ebédetett, ha megmutatnám, ott van a gázon érintetlenül a spagetti, amit én csináltam. Mert Leventének kivittem a megmelegített tegnapi paprikás krumpli maradékát, meg kellett az edény, ugye a tésztát kifőzni. Na, de visszatérve egy picit a BMW-re, meg erre a drift dologra, mondtam Leventének, hogy elviszem őt Visontára. Visonta itt van Heves megyében, nem messze tőlünk, pontosan nem tudom hány kilométer, Gyöngyösön túl egy picivel, de ott van egy ilyen bérelhető pálya, ahol vannak bérelhető autók. Volt tavaly január végén, február elején Molnár Dániellel egy filmünk, ugye ő rally versenyző, és ő meghívott oda bennünket, kivitt a pályára, és ugye anyát is elvitte egy körre, Benjót is elvitte egy körre, elkezdtek ott driftelgetni. Na mindegy, megígértem Leventének, hogy kiviszem őt oda, aztán majd próbáljon ki egy normális autót, ami arra van tervezve. Hát ott volt egy 3000 köbcentis BMW, ha jól tudom, nem emlékszem a típusára, ebben nem vagyok jó. De arra emlékszem, hogy nagyjából 3000 köbcentis is volt, meg erre volt kiépítve, tehát ott ilyen mindenféle fékek. De a filmen lehet látni, lehet, hogy majd előkeresem. És belinkelem. Na mindegy, kiviszem Leventét erre a visuntai pályára. Csak amiatt, hogy ugye egy normális autóba, normális pályán ki tudja próbálni. Tehát játszós nap, érted? Egy kicsit játszani. Mert ugye most itt van a BMW, tehát hogy az övével, hogy mi legyen. Az én javaslatom az volt, ami ugye az UAZ sorsa, ugye az UAZ-t azt el kellett adni mindenféleképpen. Anya miatt is, mert anyának szúrta a szemét, hogy itt áll a ház előtt, ráadásul akkor voltam külföldön, télen ugye itt állt egy helybe, elfagyott a Bendix, meg mit tudom én mi, aztán így jó, olcsó pénzért odaadtam, nem tudom, buktam rajta, nem tudom mennyit, nem sokat egyébként, lótúró pénzt,
Viszont van az UAZ-omnak, volt UAZ-omnak, az ex-UAZ-omnak van egy titka, a mai napig fizet. Tehát megnézem a filmeknek a statisztikáját, minden hónapban gyönyörűen, ugye az oroszok nagyon kedvelik az UAZ-os filmeket, benne van címében ugye az autónak a típusa, mögötte, hogy akármi, hegyen megyek, völgyön szántok, stb. Erdő, mező, szép virágok. És ezt mondtam Leventének, hogy tartsuk meg a BMW-t játszós autónak. Mert ugye most mondanám azt, hogy veszünk egy Ladát játszani. A Ladával az a gond, hogy ugye a rendszám nélküli, megmozdulsz vele, sok gyökér ott a neten, alig várja, azért ül ott, érted, hogy keresse a hibát. Aztán már tolja is, azért ül ott, tehát nem szórakozik, hanem nem szórakozni ül oda, hanem azért ül oda, hogy ártani tudjon, tehát nem adunk ilyen felületet senkinek. Ugye papír, a BMW az egy papíros autó. Közútra nem megyünk ki vele, kivisszük a határba, elmegyünk vele játszani. Ugyanis meg vannak veszve a népek a BMW-s drift videókért, és még ha rosszul is csinálod, talán még jobb is, ha rosszul csinálod, mert akkor ugye osztogatják boldogtalannak, hogy nézd már ezt az ökröt, hogy mit csinál a BMW-vel, drift címén, és mondom neki, hogy érdemes visszanézni a régebbi videóidat, hogy a mai napig mennyit fizet. Mondom, hosszú távon, hogyha tervezel, hetente egy drift, kérlek szépen, és érted, mert valaki bejön vihogva oda, érted, erőlteti ott a vihogást, hogy na jó, ez egy kicsit erőltetett volt. Mindegy, ne adjon érte semennyit, érted? Mert én már pontosan tudom, hogy mi a menetrendje egy ilyennek. Kimegy a határba, driftel kettőt, kirakja a netre, érted? Egy hónap alatt visszajön a BMW-nek az ára. Jó, ez egy erős túlzás, de ez igaz. Ez igaz, hogy ha ő megtartja ezt játszós autónak, én azt tudom, hogy ezt hogy marad, tehát hogy ezt hogy kell ezt elintézni. Papíros autó megmozdulhat, érted? Az egy dolog, hogy nem, tehát olyan helyre nem megyünk vele, ahol a rendőrség ellenőriz, meg ilyesmi. De itt a határban nagyon-nagyon jó. Meg nem tudom még mire, játszós autó. Meg eleve most belenéztem, benne ültem, ugye láttam, hogy Budapesten az autóba aludt, tehát úgy volt berendezve az egész ott hátul. Nem, szerintem olcsó pénzért nem érdemes odaadni, meg tényleg ez volt az első autója. Megmaradhat, tehát elfér itt a ház előtt. Az UAZ az nem fért el, az esztétikailag nem fért bele. Na, szerintem én ezt túlbeszéltem. Megjött Levente. Mit kamerázol, mi? Meghoztam a kaját. Meg, mi? Eszel valamit? Hogy üljek le ide most? Tessék, üljél le! Hát de most nem állítok fel a helyedről. Én úgyis ki akartam kapcsolni a kamerát. Egyél valamit. Már kikapcsoltad volna? Aha. Azt a begyárolhat életbe. Most kellene nyúltemetős videót csinálni. Az, persze. Ötöt. Rögtön. Mi ez? Mustár. Gombakrémleves. Az? Aha. Én csináltam spagettit, tudod? Csak az nem sikerült. De nagyon jó lett. De nézzél bele a nagytába. Mama küldött egy nagytál spagettit. Az Benjoé. Az Benjónak küldte. Ja, abba? A nagytába. Spagetti. Basszus, tényleg is. Ő is mondta, hogy spagetti. Miért nem mondtad? Mert nem főztem. Hát rohadtul elfelejtettem. Nem, azért csináltam volna. Nem, hogy azért spagettit nem főztem volna, hát semmit nem. Házik a sajtban olyan jó. Ott van az enyém, az is nagyon jó. Most akkor apád, meg mama, menjétek a spagetti, jobb, meg és így fogtok bal nézni, ha ezt teszem, akkor az lesz. Nem, csak ezt be tudom egybe hűteni, amíg a másik el nem fog. Most ez van előttem. Tehát, hogyha hirtelen elítem, akkor nem fog azért fölállni, hogy... Azért jöttél be, hogy egyél vagy, most ők jöttek egyél velem. Nem, balhézni jöttem. Egyébként miért küldött volna egy üveg mustárt? Nagyon hülye. Mitől lehet, te vetted? Honnan tudjam? De a mustárt nem így forgalmazzák, az gombakrém. Nem így forgalmaz, ne basszál föl! Mi azt, hogy nem így forgalmazzák? Gombakrémleves. Gombakrémleves néven forgalmazzák a mustárt. Mama csinálta. De akkor is árulnak mustárt befőttes üvegben. Szóval ne idegesítse föl, hogy nem forgalmaznak így mustárt. Rá lenne írva, hogy mustár. Mustár színe volt, azért mert úgyis hát rá a fény. Rá lenne írva, hogy mustár. De lehet, hogy a másik oldalán meg így semmi. Kikapcsolom. Miért? Túl hosszú lesz a film. Egyrészt... Kit érdekel? Már itt vagyok, én kitöltöm a lényeget. Na. Most már... Én megyek. Vagyok. Megyek.
Kész. Fát kell vágnom még ma. Eleve jöttem valamiért, csak elfelejtettem. Jaj, tudom már, arról nem beszélek, mert publikátlan. Jó van, tudom. Milyen? Én is már. Sütemény végek. Ne szedd már le, ne tépd már szét, hát nem tudom leüteni, Benjoé! Mit nem tudsz leüteni? Ha berakod a fagyasztóba, nem hűl-e? Nem fogom berakni a fagyasztóba, hagyd békén, már az előbb is mondtam, hogy nem a tiéd. De basszus! Itt van egy tonna kaja, az minden lehet, az Benjoé-na. Én ebben a beszélgetésben nem fogok teljesen belefogni, mert teljesen értelmetlen. Attól függetlenül, hogy ezt a tálételről... Csak hogy békén? Leszeded a fóliát, attól még... Attól függetlenül be lehet hűteni. Hagyd úgy! Például kirakom a fagyba, lehűl magától. És a madarak elhordják. Le fog hűlni. Ott nem hordják le a madarak sem. Le fogom kapcsolni, úgyhogy vége. Kapcsold le.